Egy rövid regisztráció, és a résztvevők már neki is láthattak a tökfaragásnak, azon a Minden Szentek ünnepére hangoló rendezvényen, amelyet az Újpest Kapuja projekt keretében tartottak a Berta 48-ban. A programokon elsősorban hátrányos helyzetben élő újpesti családok vettek részt. Gerendai Zsolt minden évben eljön ide a gyerekekkel. Örülünk az ilyen alkalmaknak, nagyon jó. Miért jó együtt lenni? Egy kicsit a környékbeli fiatalokat, családokat összefogja egy kicsit, én úgy gondolom. Illetve azért a családnak is egy kis program. És ez nagyon, nagyon szuper. Az első állomáson tököket díszítettek, aki pedig hamar kész lett a faragással, két asztallal arrébb, koszorút is készíthetett. Azért jöttem, mert szeretnék így kipróbálni azt is, hogy milyen itt lenni, meg hogy csináltam már tököt, és most koszorút csinálok, utána szeretnék gyertyát is csinálni. Mindent ki fogsz próbálni? Igen. A legtöbben persze gyerekekkel érkeztek. Igazából kivágom a tetejét, kibelezem, utána csinálok rá valami mintát. Mindegyik nagyon jó volt, szuper volt, tehát az, hogy itt gyerekek faraghatnak, kvízjáték lesz, akkor ugye van ott, van az a kézműveskedés is, úgyhogy nagyon szuper. Mi nagyon szeretjük, erre mindig eljövünk. Miért ilyen rémisztő? Hogy elűzem a gonosz szellemeket. Vannak itt barátai? A testvérem és a sógornőm. A kifaragott tök közepébe narancssárga-fekete gyertyák kerültek. Ezeket a gyerekek maguk készítették az egyik állomáson. Van egy forma, és bele kell rakni ezt. Utána rá kell önteni a viaszt, és akkor ez kicsit így megszáradt így jobban, akkor bele kell rakni a kalózat, mert akkor már nem dől el. Gyerünk, Raúl! A program fénypontjaként pedig a gyerekeket papírból készült állatfigurák várták az udvaron, telistele édességgel. A rendezvényen legalább 60 család vett részt, a rászorulók tartós élelmiszercsomagot is kaptak.